Na jó estét kívánok mindenkinek, üdvözletem hölgyeim és uraim! Ennél retróbb még a büdös életben nem volt ezen a csatornán. Nem tudom, hogy hányan éltetek már egyáltalán ebben a korszakban, de én említettem nektek, hogy én még annó egy Atari 2600-ason kezdtem el bármivel játszani. Amivel egyetlen egy gond van, hogy mivel én ennyire mocskos módon fiatal voltam, abszolút nem emlékszem a címekre. Egy-kettő van meg, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy kicsikét körülnézek, hogy mégis mink van. Tehát azért lássuk már, hogy mégis honnan indult ez az egész konzol játékipar. Tehát azt tudni kell, hogy az Atari az régen hatalmas volt, de tényleg hatalmas volt. És szerintem ez a játék rémlik, én egy Super Breakoutot, azt meg is nézek magamnak. Aha. Oké. Klasszikus. Igen, tehát ez nem ma történt, hogy ez elkészült. Ez, és nem ma játszottam bele utoljára. Ezzel a játékkal fogalmam sincs, hogy mennyit toltam. Ennek volt egyébként egy ilyen... újra tábla. Ennek volt egyébként egy ilyen kézi változata is. Hát nem Game Boy igazából. Tetris. Tetris-szel együtt árulták ennek valami ilyen kicsit gagyibb változatát. De igen, ezekben már nagyon-nagyon-nagyon elszoktam már. De ettől függetlenül... Ugye arcade játékok voltak akkoriban, tehát tegyük hozzá, hogy nem nagyon volt jellemző, hogy története van egy játéknak. A legelső sztorival rendelkező játék, amivel én találkoztam, videójáték, az a Commodore 64-en volt. Nem is emlékszem már a történetre. A másik pedig utána az... Mekkora genyak, na... A következő, amit pedig láttam, az pedig a Prince of Persia volt, tehát a... Kicsit nehéz az irányítás egyébként, ez... Még annak ugye a joystickkal toltuk, az egy fokkal egyszerűbb volt. Gyakorlatilag ez a Pongnak az egyszemélyes változatának is nyugodtan föl lehet fogni. Rá lehet jönni egy idő utánám, hogy mit kell csinálni, csak nem olyan egyszerű irányítani a dolgokat, ugyanis ki kell számolni előre, hogy mi merre fele van. Hú, gyerekek! Oké, még egy utolsó próbálkozás, aztán nézzünk valami mást. Azt tudni kell, hogy akkoriban ugye abszolút az arcade játékok mentek, tehát pont ezért, mert nem volt sztori, abszolút arra mentek, hogy minél több zsetont dobáljanak be az emberek az automatákba. Később ugye ezt fölváltott a többek között az Atari, illetve a többi konzol későbbiekben. Viszont többek között ezt az insert coin szöveget, ezt megtartották, már csak olyan omásként is ugye az eredeti játékokhoz, és nagyon sok átdolgozás történt a játék automatákból. Benéztem, oké. Jó, viszont mély menübe, tehát nagyon sok átdolgozás is történt. Ebből következően ugye kicsit leharcolt a változatba, de ugyanazokat játszhatták az emberek otthon, amiket, nézzük egy aszteroidszot, ugyanazokat játszhatták az emberek otthon, 79-es játék, gyerekek, itt még én is éltem, amit ugye a játékgépeknek. Most ki kell találni, mi az Istent kell csinálni. Oké. Jó, megvan. És ugye akkoriban pedig tényleg az egyetlen cél az volt, hogy minél szétcsattak, mint zilafost, hogy minél több lóvét dobáljanak bele, ebből következően rohadtul nehezek voltak a játékok, de tényleg mocskos módon nehezek voltak. És ez ugye a későbbiekben is megmaradt, amikor már ugye nem volt szükség arra, hogy pénzt dobáljanak be, de attól még valahogy kellett elég tartalmat belerakni, hogy az emberek azok elég ideig játszanak vele. És ennek meg egy remek megoldása... Ennek egy remek megoldása volt az, hogy mocskosul nehezzé tették az összes játékot. Ha valaki nem tudja, hogy merre fele vagyok, én sem.
És mint láthatjátok, azért eléggé durván, gyönyörű, szép vektorgrafikával készült az egész. Ilyeneket manapság nem láthattok, viszont akkoriban ez egy akkora technikai bravúr volt. Ez olyan félelmetes, egy Euphomius. Nem tudom, hogy tudjátok-e egyébként, de a világ legelső videójátéka az a Tennis for Two nevet viselte, és egyébként egy oszcilloszkópon programozta le néhány unatkozó tudós. Illetve kétféleképpen is hallottam a sztorit, az egyik az, hogy tudósok voltak, akik unatkoztak, a másik pedig az, hogy egyetemisták. Utóbbit az manapság egyébként hamarabb elhinném, az előbbit viszont valószínűnek tartom tekintve. Oké. Tehát a másikat viszont valószínűbbnek tartom, mivel meg is volt a tudásuk hozzá, hogy megcsinálják. Oké. Hát igen, billentyűzet nélkül kicsit bonyolult beírni bármit, de beírtam. 4750 pontom lett, ha valaki játszik vele és több pontja lesz, akkor az jelezze. Nézzünk még valamit. Tehát, mivel nem emlékszem a címekre, ezért minden ismeretlen. Most ez gondolom nem Red Bacon, de igazából föl kéne vennem a szemüvegemet, sosem láthatok szemüvegben. De nézzük meg, mi ez, mit tud. Hű! Ah, én azt nem is tudtam, hogy volt ott a Repcsi szimulátor is. Azt a rohadt. Az kemény. Azt sem tudom, hogy mi volt itt igazából. Mivel lövök? Halványul a fogalom sincs, gyerekek, hogy mit csinálok, de tényleg. Megvan, ezzel lövök, oké. Meg vagy genyó. Ripityára nőttem, igen, tehát egy csodálatos grafikának köszönhetően. Hoppá, 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 vissza. Gyerünk már. Oké, hogy mögöttem van, de attól még nem vagyok bejebb, vagy nem tudom, hogy mi az Isten nyilát kell csinálnom. Oké, D-pad. Váltunk D-padra. És leszettek, jó? Ez nem az én játékom lesz. Ezt már most látom. Nézzük csak, mink van még itt. Gravitar. Nézzük, hogy mi ez. Igen, és akkoriban pedig ugye nem nagyon... Ja, hogy ez ilyen, oké. Na tehát akkoriban... ez nem lesz jó nekem, én most látom. Tehát akkoriban ugye egyáltalán nem mondták el, hogy mégis mi az Isten nyilát kell csinálnotok, úgyhogy azért voltak itt problémák. Sprint, ez már jobban hangzik. Mivel megyek? Ez tök jó, oké, fordulni tudok, de mivel közlekedek, gyerekek? Hát ez... oké, tehát konkrétan semmivel nem hajlandó indulni. Oké, megvan, jó van. Oké, telibe neki mentem valaminek, szóval ez valami autóversenyző csúcs, meg fogok csúszni, mondom. Húha! Oké, ennek annyira felhasználó barát az irányítása, hogy ne tudjátok meg. Édes Istenem, ezzel valaki játszott valaha? Szóval, hogy a klasszikus. Én nem hiszem, hogy eladtak ebből valaha 50 példányt egyáltalán. Basszus mána. Hú! Én bóklászok, mint gólyafos a levegőben, srácok, tehát ez valami szörnyű. De legalább valamit... Karma... Náááá!
a legnagyobb ellenfelem ebben a játékban. Minden itt előzetes gomnyomás nélkül fogja magát és elkezd... Gyakorlatilag fölfelé közlekedik magától. Jó, nézzük meg még egy utolsót, aztán én szerintem be is fejeztem a 70-es, 80-as éveket egy időre. A Pitfall az egyetlen, amit még nagyon-nagyon szívesen elővennék, de... Mindegy... Mi a lóher ez? Mindjárt meg... Missile Command! Oké. Okay. Nézzük, mit tud Missile Command. Jaj, ezt tudom, ezt tudom! Rakéta elhárítunk, ez annyira durván hidegháborús játék, és annyira nem lehet irányítani ezt semmilyen szinten. Hogy kifolytam a lőszerből! Hogy még az is van, értem. Jó. Oké, na, ez erre azért már kezdünk rájönni, hogy jól van akkor. Oké, ez már így érdekesebb. Nem, hagyod békén! A rohadt anyádat? Hányan vagytok már? Lehet, hogy ez is bizonyítja, hogy nem kell... Ja, hogy így is lehet, jó van akkor. Ez is bizonyítja, hogy nem kell durva grafika ahhoz, hogy valami érdekes játékot csináljanak, és... Na, gyorsan kilök mindent az égvilágon, ami nálam van. Ne bízzatok rám rakéta elhárító rendszert, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Na. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és visszanéztünk együtt ebbe a 30-40 évvel ezelőtti pixel pokolba. Nem tudom, kinek mi. Én alapvetően elismerem az érdemeit ezeknek a cuccoknak, de én nagyon-nagyon örülök neki, hogy nagyon messze jutottunk már ettől. Úgyhogy írjátok meg, hogy ti hogyan látjátok. Én megköszönöm nektek a szíves figyelmeteket, továbbra is kommentelés, lájkolás, feliratkozás, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!